Minden mozzanatát bemutatták Zrínyi Ilona életének a kulturális központban. A darab felöleli Zrínyi Ilona felnőtt életének minden fontos korszakát, így módon egy időutazásnak lehettünk tanúi Majzik Edit feldolgozásában. Európa legbátrabb asszonyának minden fontos mozzanatát láthatta a közönség Hajdúszoboszló városnapján. Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb és egyben legvitatottabb korszaka elevenedett meg a kulturális központ színpadán. A monodrámát Hedri Mária írta. Egy csodálatos darabról beszélünk, és egy nagyon nehéz szerkezetű, de ugyanakkor rengeteg érzelmi szálon futó, tehát nem csak történelmi, hanem érzelmi szálon is, és szenvedély szálon futó történetet ismerhetnek meg a nézők. Itt kifejezetten ugye Zrínyi Ilonának a rendkívül gazdag életéből villanásokat látunk a gyerekkorától kezdve, de alapvetően ami a fő szál, az a tököli, és az ő szerelmi élete, és mindez a szerelmi élet beleágyazva ugye abba a politikai helyzetbe, amikor Magyarország a Habsburgok, illetve a törökök szorításában volt. Tehát nagyon nehéz volt határvonalat húzni ott, hogy mi az, ami politika, mi az, ami érzelem, hogy házasodnak össze emberek, és miért. Az előadás hiánypótló szerepet játszik a történelmi drámák között, amelyek a színház eszközeivel gyarapítják a nézők történelmi ismereteit. Én azt gondolom, hogy a történelmi drámáknak abból a fajtájából, ami az igazán női sorsokat jeleníti meg, abból valószínűleg nagyon kevés van, és ilyen téren természetesen hiánypótló. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy a női hőseinknek az életéből talán kevesebbet ismerünk, mint a férfi hőseink életéből. A korabeli krónikák rajongással beszélnek Zrínyi Ilonáról. Ő volt az a személy, aki nő létére is az utolsó pillanatig védte a várat, noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a túlerővel szemben. Nagyon jól játszható a szerep. És innentől kezdve majdnem teljesen mindegy, hogy valóságában közelíti-e azt a személyt, tehát Zrínyi Ilonát magát. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül izgalmas alak. Nyilván próbáltunk azért történelmi hűségre is törekedni, tehát azért abban a világban a nők teljesen máshogy viselkedtek, mint manapság, tehát mondjuk, tehát ezzel mégis segítálok egy elég díszes ruhában, egy hosszú ruhában szépen meg van csinálva a hajam, tehát nyilván nem úgy mentek ki az utcára, vagy úgy indultak neki, hogy hú, most felveszem a joggingomat és gyerünk, tehát nyilvánvalóan ezen próbáltunk valamiféle történelmi hűségre is törekedni, és hát egy nagy formátumú nőről beszélünk, egy olyan nőről beszélünk, aki nagyon komolyan vette a családi elhivatottságát, nőként, anyaként, és egyébként politikusként és várvédőként. Nem lehet elfelejteni azt, hogy ez a nő Magyarország utolsó várát védte. Az előadás egyik újszerű és erős darabja a nemzeti identitást erősítő programnak. Bevallom őszintén, hogy kevés fiatal közönségnek játszottam, és inkább a jóval fiatalabb korosztálynak, mint aki szerintem történelmileg már tud, vagy legalábbis sejt valamit, vagy legalábbis tanulnia kellett erről az időszakról. Ugye a három része szakadt országról beszélünk. Nagyon érdekes. Hát nyilván heherésznek, és nyilván zavarban vannak, de minden olyan téma, ezt tudjuk jól színháziak, akik csináljuk, hogy a csók, a puszi, a közeledés, és mindig valamiféle ilyen fura reakciót vált ki a gyerekekből. Én azt tapasztaltam, eddig kétszer vagy háromszor játszottam, nagyon fiatal, háromszor talán, hogy egyszer csak elkapja őket. Tehát, hogyha én megpróbálom velük felvenni a kapcsolatot, és egy kicsit elhagyjuk ezt, hogy most beülünk, kötelező színházra elhoztak minket, és úristen, most ez történelmi Zrínyi Ilona, akkor onnantól kezdve vannak részek, amikkel igenis, hogy tudnak azonosulni.